Üdvözlöm Szepesi Tibor karcagváros polgármesterét, itt vagyunk a piac csarnok előtti részen. Hogyan halad a piactér felújítása? Jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket. Jó ütemben, hogyha röviden kell összefoglalni, hiszen a nyáron kezdődtek meg azok a munkálatok, amelyek hosszú előkészítés után egy vadonatúj árusító helyet jelentenek majd itt a karcagi piacon. Egyrészt az árusok, de a legnagyobb örömmel pedig én azt gondolom, hogy a vevők fogják majd ezt használni. Időjárástól független, hiszen egy fedett elárusító helyről beszélünk, amely összekötetésben lesz majd a meglévő piaccsarnokkal. Tehát úgy lehet majd használni, hogy időjárástól teljesen függetlenül lehet eladni és vásárolni is természetesen. Jelenleg, ahogy a hátam mögött is zajlik, ugye az építményeknek az oszlopcsarnoka az, ami felépítésre kerül. Ha jól látom, akkor az eső elvezető csatornákat, lefolyókat építik be. Utána jön majd természetesen a további munkálatok, és a legvégén majd az a zöld felület kialakítás, amely ugye egyrészt kötelező minden Európai Uniós pályázatnál, másrészt pedig nyilván a helynek a jellegét is meg fogja határozni, hiszen fásítás lesz, füvesítés lesz, tehát egy sokkal nagyobb zöld felületet fogunk visszaadni a város lakosságának, amely eddig megszokott volt. Milyen forrásból valósulhat meg a piactér? Pályázati forrásból, teljes egészében, tehát én azt gondolom, hogy a városnak ez a lehető legjobb konstrukció, hiszen valamennyi része pályázati pénzből fog megvalósulni. Az uniós pályázatok keretein belül kötelező a zöld felület létrehozása, hol lesz majd itt? Ugye most az oszlopcsarnokban állunk, ahol maga az árusítás fog zajlani, de itt a mellettünk lévő területen egészen a kerítésig, ez egy összefüggő zöld felület lesz, füvesítve, fásítva, tehát én azt gondolom, hogy egy sokkal nagyobb zöld felület fog elkészülni, ahogyan beszéltünk már erről, mint amennyi az előzőekben volt. Tehát én úgy látom, hogy eleget fogunk tenni mindenképpen az uniós előírásoknak, meg egyrészt annak a természeti környezetnek, amit egyébként is megszoktunk Karcagon, fák, fű, és egy kicsit érezzük jól magunkat otthon a természetben is. Nyilván az árusítás lesz a legfontosabb feladat, de azt gondolom, hogy mindenképpen figyelnünk kell a zöld felületekre.